Kitörés, hopp, gyere föl, és még egyszer. Nem csak a védekezést, hanem az abból való visszaszúrást is gyakorolják a vívópalánták a kórház esze egyik hétközi edzését. 3 évvel ezelőtt a lenni vagy nem lenni kérdése lebegett a szekszárdi vívók feje fölött. És akkor a legjobbkor jött a Magyar Vívószövetség vidéki műhelyek megmentéséhez szolgáló nem csekély támogatása. A további működéshez elengedhetetlen eszközöket, vívófelszereléseket kapott a klinikai halál állapotához érkezett szekszárdi vidéki kis vívóklub. A pozitív változás ma már tetten érhető. 30 gyerek jár rendszeresen a szekszárdi klub profiljába tartozó tőrszakág edzéseire. Korábban elég macerás volt mindig behozni az adott felszereléseket. Így gyakorlatilag sokkal könnyedébbé válik, gyorsabbá válik a felkészülés és a versenyre való készülés egyáltalán a villannyal. A mennyiségből, ennyi gyerekből kiválasztódik a vívásban is a minőség, de nem erre megy rá az edző, hanem arra elsősorban, hogy újra stabil bázisa legyen a vívósportnak a városban. Noha újra ott vannak rangos versenyeken, vannak már dobogós helyzetjeik is, de akik a középmezőnybe végeznek, azoknak a képzése, fejlődése ugyanúgy fontos, mint az ebből kiemelkedőké. Készülünk a Diákolimpiára, most ez 2 hét múlva lesz. Zalaegerszegen rendezik ezt a versenyt. Tehát különböző versenyekre amennyire tudunk, igyekszünk eljutni. Tehát ez fontos, hogy ezeket a gyerekeket való megmérettessük. Van egy olyan réteg, amelyik csak azért jár le, akik csak azért jönnek, hogy kicsit megmozgassák magukat. Nyilván ezek a gyerekek partnerek, vívó partnerek a többiek részére. A másikok pedig nyilván a csoport másik része pedig versenyre készül. Rendszeresen elviszik őket, edzőtáborba jutunk el. Én is jó magam több edzőtáborba, edzőképző edzőtáborba vettem részt, ide tudok vinni gyereket is, és így fejlődünk, próbálunk kicsit előre menetelni. A nagy egyesületek azok elviszik azokat a komoly helyeket, akár a 10-15-20-ig is, akik gyakorlatilag nem olyan szinten, nem olyan intenzitással vívnak, nem olyan intenzitással tartják az edzéseket, főállású edzőik vannak, de nyilván nem tudjuk ezekkel fölvenni mi a versenyt. Azért már most van olyan srác a serdülők között, aki felveszi, még inkább fel fogja venni a versenyt a hazai legjobbakkal. A budapesti korosztályos versenyen például nem talált legyőzőre Lampert Barna. A döntőben érdekes módon egy egyiptomi vívó ellen kellett győznie az aranyéremhez. A koncentráció nagyon fontos, és azt gondolom, hogy maximálisan próbáltam koncentrálni az összes asszóban, illetve azokat, amiket edzésen gyakorlunk, azokat is próbáltam minél jobban végrehajtani. A 2016-os Riói olimpia után tetszett meg nekem ez a sportág, és utána döntöttem úgy, hogy akkor megnézek egy edzést, és azóta is itt vagyok. Én azt gondolom, hogy a középmezőnyben foglalok helyet, vannak sokkal jobb vívók nálam, de azt gondolom, hogy egy középmezőny az a reális. Minél többet szeretnék ezzel a sportággal foglalkozni, és én azt gondolom, hogy felnőttként is szeretném csinálni. Rangos versenyek mellett az országos diákolimpián is az egyik hazai főversenyen lesz nem is egy szekszárdi vívó a mezőnyben.